Miskolcon a Bosch kéziszerszám gyárában rendezték meg csütörtökön az országos Profitability logisztikai bajnokság regionális döntőjét. A vármegyéből 60 középiskolás mérte össze tudását, hogy a legjobb tovább jusson az országos döntőbe. A játék nem csak logisztikai készségeket fejleszt, hanem pénzügyi, gazdasági és stratégiai gondolkodásra is ösztönöz kortól függetlenül. A Profitability Magyarország első logisztikai társasjátéka, melyet a nagyvállalatok logisztikai vezetőinek klubtagjai hoztak létre. Ez egy bajnokságnak az utolsó selejtezője, tehát ez a 7. állomás, ahol most vagyunk, 6 állomáson már voltunk. A döntő a Ferihegy egyen lesz, november 17-én. Néhány technikai információ még a versenyzés előtt. A selejtezőbe 15 csapat jutott be, köztük a Miskolci Szakképzési Centrum 4 középiskolájának 20 diákja. Az iskola évelején már kapott társas játékot, és így az osztályból 8-an minden délutánban maradtunk, együtt társasoztunk, nagyon élvezetesnek találtuk, mert fejlő, hát ugye logisztikán szakmán vagyunk, és így fejlesztettük a logisztikai készségeinket, illetve a csapat is sokkal jobban összerajzódott, és közelebb kerültünk egymáshoz. Szóval nagyon élvezetes volt így a játékra felkészülni, és már vártuk ezt a napot. De nem csak a diákok, hanem a szervezők, tanárok, intézményvezetők is várták már. Köszöntőjében a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja arról beszélt, mekkora jelentősége van annak, hogy a fiatalok azt tanulják, ami érdekli őket, és amilyen területen a későbbiekben a jövőjüket képzelik el. A logisztika, ugye amit ez a verseny népszerűsít, egy nagyon dinamikusan növekvő terület, így a gazdaság szempontjából borzasztó fontos, és ebből nyilvánvalóan adódik, hogy jól képzett szakemberekre van szükség. Ez igaz a középfokú technikumi képzésben is, és a felsőfokú végzettségűek esetében is. És azt gondoljuk, hogy sok dolgot inkább játékos formában érdemes a fiataloknak megmutatni, kipróbálni, kedvet csinálni. A logisztikai társasjátékot a nagyvállalatok logisztikai vezetőinek klubja alkotta meg, azzal a céllal, hogy kapcsolatot teremtsen a középiskolás diákok, az oktatási intézmények és a nagyvállalatok között, ezzel segítve a diákok pályaorientációját. Úgy láttuk, hogy egyértelmű célcsoport a fiatalok, akik mondjuk még nem rendelkeznek, hallottak már logisztikát, de nem rendelkeznek logisztikai ismeretekkel, vagy gyakorlati tapasztalattal. Őket nagyon jól be tudja vezetni ez a játék a logisztikának a rejtelmeibe, és játékos módon modellezi az életet azáltal, hogy egyéni eredmény a cél, de minél jobb egyéni eredményt elérni, de ez a játék, ez úgy épült fel, hogy csak akkor tud valaki jó egyéni eredményt elérni, hogyha nagyon jó csapat munka alakul ki. A regionális döntő játékosainak 3D-s nyomtatott kamionokkal kell árut szállítani a raktárak között, miközben az áruk értéke folyamatosan változhat, csak úgy, mint a valós piaci körülmények között. A cél, hogy a játékos úgy alakítsa a stratégiáját, hogy helyzetbe tudja hozni magát versenytársaival szemben, és minél több profitra tegyen szert.